Szeretettel köszöntjük Önöket! Önök a Színház TV-t, a Veszprémi Petőfi Színház saját készítésű magazinműsorát látják. Első részünkben Kahn Steinhem a Bugyogó című darabjának kulisszái mögé pillantottunk be, interjúkat, előadás részleteket láthatnak. Kahn Steinhem a Bugyogó című darabját az a Kossuth és Jászai díjas Valló Péter állítja színpadra a Petőfi Színházban, aki 1972-ben itt, Veszprémben kezdte pályafutását, ezért különösen kötődik a színházhoz. Tavaly ő rendezte az évad egyik sikerprodukcióját, az Édesannát, amely nagy díjat nyert a Soproni Vándor Fesztiválon. Az ember fölidézi magában ugye a saját 1972-es önmagát, aki ugyanígy jött át itt a parkon, mikor olyan számvetésre készteti az embert. De hát hál' Istennek nem csak a múlttal lehet összevetni, hanem szerintem talán művészileg is össze lehet vetni. Annak idején ez egy nagyon híres és érvényes színház volt a 70-es évek elején a Veszprémi, nagyszerű művészekkel, és én most azt gondolom, hogy itt újra egy ugyanolyan érvényes és értékes munka folyik, tehát öröm ide jönni. Tavaly ugye nagy sikerrel állított a színpadra itt az Édesanna című drámát. Miért döntött úgy, hogy most egy vígjátékot állít színpadra, méghozzá egy olyat, ami azért nem is annyira közismert? Hát pontosan azért, hogy nehogy a veszprémi közönség azt gondolja, hogy én csak ilyen komor, fajsúlyos műveket tudok rendezni, tudok én vígjátékot is. Ugyanakkor az kétségtelen tény, hogy a Steinhem Bugyogója az egy nagyon nehéz vígjáték, tehát nem az a egészen simán nevettető ócska kis történet, hanem ez egy nagyon tartalmas történet a nyárspolgárságról, és talán még más olyan belső értékrendekről is, amelyek hát a 20. század, és lehet, hogy a 21. század történet is nagyon alapvetően meghatározták. Úgyhogy hát egy remek műről beszélünk, és gondoltam, hogy van egy ilyen komoly felvilágosító szerep, és mert nem annyira ismerik a Steinhemet Magyarországon. A darabban Szalma Tamás, aki egyébként annak idején Valló Péter tanítványa volt, játssza a köztiszteletben álló hivatalnokot. A színész remekül formálja a nyárspolgár tipikus alakját. Mindenki rá fog ismerni valakire, többnyire a szomszédjára, de ez így van rendjén. Tehát ez ugye ezért vígjáték. Egy tragédiában mindenki saját magára ismer, egy komédiában pedig a szomszédjára. Igen, hát én azt gondolom, hogy azért értelmes ilyen színdarabokat játszani, hogy itt lenne az idő ezt az embertípust egy picit háttérbe szorítani, mert ne felejtsük el, hogy azért a 20. századot ő azért fémjelezte, és ez hát nem volt valami diadalmenet. Tehát ez egy szörnyű évszázada volt az emberiségnek, és a 20. évszázad egyik nagy túlélője az ez az embertípus, ez a kis nyárspolgáros, kispolgáros ember, akit hát érdemes átgondolni, hogy meddig akarunk ilyenek lenni, mint ő. A hivatalnok feleségét, Louise-t Dobra Mária alakítja. A gyerekkorának a lányregényei világát hozza be, ahogy megjelenik az Előkelő úr író, az összes hősét megtestesíti. Igen, egy lehetőséget kap, hogy talán ő is boldog lehet egyszer, és az az álomvilág, amit ő szeretett volna, az itt van karnyújtásnyira, és aztán még sincs ott. Steinhem darabja olyan témát dolgoz fel, amely nem csak a 20. század elején Németországban, hanem a mai korban is aktuális. Az a szerep például, amit én játszom, a Gertrud Deuter kisasszony, abszolút egy a mai világban is megtalálható, és bármely pillanatban szembe jöhet velünk az utcán. Ez a hölgy egy 32 éves varrónő, aki egyedül él, és egy olyan bérházban lakik, ahol mindenki mindent tud a másikról, figyeli is, és ez tölti ki nagyon sok embernek, például az otthon lévő nyugdíjasoknak az idejét, és ez rendkívüli módon befolyásolja egy nőnek, de akár egy férfinek is az életét, és ebből nagyon sok bonyodalom származhat. Megvan minden szerepnek és jelenetnek a maga igazsága, tragédiája, és természetesen ezeket feloldja egy-két helyzet, komikum, meg olyan pillanat, ami akár az életben is megtörténhet, de ezek nagyon pontosan és precízen ki vannak dolgozva ebben a színdarabban. Nehéz szerepek vannak benne, igazi kihívás mindenki számára.
De nagy segítség az, hogy Valló Péterrel dolgozhatunk, aki pontosan tudja, hogy mit akar, és hogy mi a célja ezzel a darabbal, és hogy hogyan tud minket vezetgetni afelé, az út felé, ami pontosan kifejezi azt, amit ő megálmodott erről. Reméljük, hogy ez így ténylegesen így is lesz. Az egészben nincs semmi tisztességtelen, és hidd el, ennek tulajdonképpen alig érint a dolog. Sokkal inkább kegyedet, sőt, kegyedet mindenkinél jobban. Engem ezt hogy érti? Bocsasson meg, nem tehetett róla. Még soha nem terültem ilyen helyzetbe, de igen, mondom, a kegyed bugyogolja. A kegyed bugyogolja. Önök a Színház TV-t, a Veszprém Petőfi Színház magazin műsorát látták. Első részünk véget ért, a viszontlátásra.